Szeretettel köszöntök mindenkit a Garai János Gimnázium karácsonyi ünnepségén. Kérem, kapcsolja ki mindenki egy rövid időre a mobiltelefonját. Műsorunk megkezdése előtt megkérem iskolánk igazgatónőjét, Heimann Józsefnét, hogy ossza meg velünk karácsonyváró gondolatait. Jó napot kívánok mindenkinek, sok szeretettel köszöntöm a garaistákat, köszöntöm körünkben Ácsezső polgármester urat, Gerzsei Péter urat, a Szekszárdi Tankerületi Központ igazgatóját, Hiszéken Krisztinát, a szülői munkaközösség elnökét, köszöntöm Zentai András címzetes igazgató urat, a gimnázium egykori igazgatóját. Köszöntöm egykori dolgozóinkat, kollégáinkat, tanárainkat, és természetesen köszöntöm a mai diákságot, a mai kollégáinkat is. Ünnepre készülünk, karácsony közeleg. Az ünnep a hétköznaptól való különbözőség, mondja Mária és Sándor. Igen, az ünnepeink egészen mások, mint a hétköznapjaink. Szüleink nem mennek dolgozni, mi nem megyünk az iskolába, általában később kelünk, és egyébként másképp töltjük ezeket a napokat, ezeket az órákat, mint szokás. Családi, baráti körben. Az ünnepekre folyamatosan készülünk. Itt tesszük ezt karácsony közelettével különösen, hiszen erre egy előkészületi időszak is szól. Átgondoljuk, hogy kiket hívunk meg a családi ünnepségre, hogyan és kiket érünk el, kikkel fogunk találkozni. És már előre örülünk a generációk találkozásának, nagyszülőknek, dédnagyszülőknek, egy-egy barátnak, testvérnek, vagy éppen egy jó programnak, akár a két ünnep között is. De természetesen készülünk azzal is, hogy egymást megajándékozzuk. Akár tárgyasult formában átgondoljuk, hogy ki minek örülne, milyen meglepetést tudunk szerezni számukra, tudunk-e egyáltalán meglepetést szerezni. Arra gondolunk, hogy akár egy élmény is lehet ajándék. Nem feltétlenül csak tárgyasult formája kell, hogy legyen. És az ünnepek alkalmával egy kicsit megerősödik a jóság is bennünk, a szeretet kicsit szívesebben és többet adakozunk talán, mint máskor. Különösen jellemző ez erre az időszakra karácsony előtt. És amikor eljön annak a napja, hiszen a karácsony elsősorban családi ünnep, az ünnepi asztalnál ismételten generációk ülnek együtt, dédnagy szülők is sokszor, nagyszülők, szülők és mi, ti gyerekek. Ez az ünnep, ez mindenképpen arra is jó, hogy egy család is megtapasztalja, hogy milyen jó, hogy összetartozunk. Hogy van egy összetartozás, van bennünk egy összetartozás érzése. Van bennünk egymás felé irányuló szeretet. Ha csak néhány órára is tudunk együtt lenni, mert mindenkit aztán tovább szólít a kötelesség, további feladatok. Így van ez, így volt ez az iskolában is. Függetlenül attól, hogy a karácsony egy házi, illetve családi ünnep, talán az egyetlen ünnep, amit az iskolában is valamilyen formában megünnepelünk és készülünk rá. A gimnáziumban ennek már hagyománya van, és a garaista létnek egy nagyon fontos momentuma minden évben a karácsonyi ünnepség. Az idei évben ezt úgy is próbáltuk megszervezni, hogy kicsit szimbolizálja a gimnáziumnak az összetartozását, erősítse ezt a közösséget. Kezdtük ezt a szülők közösségével, hiszen egy alapítványi vállal indult a mi adventi szezonunk, amiben a szülőktől kaptunk nagyon-nagyon sok segítséget, és örülemmel mondom, hogy az utóbbi évek legsikeresebb alapítványi vállán vagyunk túl, aminek eredményét ti fogjátok érezni, hiszen további bútorfejlesztésekre, a komfortérzet növelésére szeretnénk a szép támogatási összeget fordítani. Aztán ti következtetek. Mint minden évben, az idei évben is Mikolás csomagokat gyűjtöttetek, olyan 150 körüli volt ezeknek a csomagoknak a száma, amit együtt szerveztünk a Szekszárdi Humán Szolgáltató Központtal és a Rádió Antréttal. És amikor Péter elvitte ezeket a csomagokat a Rádió Antrét szerkesztőségébe, akkor csodálkoztak, hiszen ennyi csomagot egyszerre egy intézménytől nem láttak.
láttak. Köszönjük szépen ezt nektek, ezt a jótékonykodást, hogy gondoltatok társaitokra. De ez folytatódott aztán egy új kezdeményezéssel, amit a Diák Önkormányzat indított most el, az úgynevezett süti vásárral, ami ezen a héten folyt itt már a készülődésnek a végén, amikor is süteményeket hoztatok, részben általatok készítettek, ezt külön köszönjük, de itt is ismét éreztük a szülők, nagyszülők szeretetét, azt a sok-sok sütemény, és döntésetek alapján ez pedig a Szekszárdi Kórház gyermekosztályának ajánljuk fel. Majd gyakorlatilag lezárul ezzel a szép ünnepi műsorral, mert szintén egy ajándék a részünkről. Ez a mai műsor pedig szimbolizálja továbbra is ennek a csapatnak az összetartozása. Gyakorlatilag ez a mai műsor a koronája az erdélyi hétnek, szülők, gyerekek, és úgy gondoltuk, hogy most mi következünk, a tantestület tagjai. Ez a mai műsor a tantestület ajándéka nektek. Fogadjátok nagyon sok szeretettel, legalább olyan szeretettel, amennyire mi készültünk erre. Gondolatok jegyében mindenkinek nagyon boldog karácsonyt kívánok, és egy békés, nyugodt, boldog új esztendőt. Most következő műsorunk első részében először Ág Tihamér Adventkor című verse, majd Manfred Schmitz Philadelphia Concert című zongora négykezese, azután Amy Beach Volt című klarinétrióra írt darabja, ezt követően egy karácsonyi népdalcsokor Betlehemnek pusztájába a kis Jézus megszületett és a Karácsonyfa Demagos című dalok, majd Zsida Jenő Jövendő Havakimusza című költeménye hangzik el. Közleműködnek Szirányi Péter, 11. D. narrátor, Ábrahám Bereniké, 12. C. versmondó, Hályas Kristóf, 11. A. és Szabados Balázs, 12. A. zongora, felkészítő tanár Erősné Máté Éva. Balog Nóra, 11. C. Orbán Réka Csilla, 9. C. Tumpek Fanni, 12. D. klarinétrió, felkészítő tanáruk Pap Máté. Kac Hajnalka, 7. osztály, népdalénekes, Szalai Bálint, 9. D. versmondó. Sugárnya lábja felhűtlen megakad. Az ősz lassan lépked, majd télbe borul, és ahogy megvirrad, már be is alkonul. Este tompa fények remegnek az utcán, megtörnek a tócsák fodrozódó foltján. De a hétköznapok vágyat szürkesége nem törheti meg azt, ami bennünk béke. Lelkünkben reménység, a szívünkben áldás, ránk köszöntött advent, a boldog Jézus várás. Advent 4. hetében járunk. Várakozással, örömmel és felkészüléssel teli hetek ezek. Jobban átélhetjük a családdal, a szűkebb és tágabb közösséggel való összetartozás erejét. A lelki nagy takarítás, megtisztulás és megbékélés időszaka ez. Adventkor minden vasárnap valami nagyon fontos dolog történik. Eljön hozzánk egy-egy angyal. Az első vasárnap angyal a kék köpenyébe burkolózva leszáll az égből. Miért teszi ezt? Hogy közelebb kerüljön az emberekhez. A legtöbb ember észre sem veszi őt, mert túlságosan el van foglalva mással. De azok, akik jól figyelnek, meghallják a hangját és megértik az üzenetet, amit a két köpenyes angyal hozott. Ez az üzenet a szeretetről, a türelemről, a várakozásról szól, és arról, hogyan kezdhetjük öltöztetni a szívünket az ünnepnek.
De mit tegyen a serlegbe? Játékot? Ajándékot?
Törékeny, finom szövésű ez a serleg, a napsugaraiból készült. Nem tehet bele kemény, nehéz dolgokat. Az angyal észrevétlen végigmegy a világ összes házán és lakásán, mert valamit keres. Tiszta szeretetet minden ember szívében. Ezt a szeretetet teszi a serlegébe, s viszi majd vissza a mennybe. Mindazok, akik a mennyben élnek, fogják ezt a szeretetet, s fényt készítenek belőle a csillagoknak. Ezért olyan jó felnézni a hunyorgó, ragyogó csillagokra. Advent harmadik vasárnapján egy fehér angyal száll le közénk, kezében egy fénysugárral. Oda megy mindenkihez, akinek tiszta szeretet lakik a szívében, és ezzel a sugárral megérinti őket. Azután a fény ragyogni kezd az emberek szemében, szívében, s elér a kezükhöz, lábukhoz és egész testükhöz. Így még az, aki a legszegényebb az emberek között, az is átalakul, s megszállja a béke, a tiszta szeretet és a boldogság érzése. Ezen a napon gondold át, hogy mik azok a dolgok, amik a legfontosabbak számodra az életben. Mit tesz igazán boldoggá? Az anyagi javak, vagy valami egészen más? Rájössz majd, hogy milyen értékesek a családi és baráti kapcsolataid, és az, amivel a legnagyobb örömet adhatod nekik, nem a boltban található.
hitünk születik. Ó, Szent József, mit gondoltad, hogy Isten ott választottad ilyen kemény hidegben, ilyen kemény hidegben. Szállj be ránk, Máriával, született kis Jézuskával, lakjatok a szívünkben, lakjatok a szívünkben. Hogy mi is az angyalokkal, tiszta szívű pásztorokkal, dicséretet mondhassunk, dicséretet mondhassunk. A kis Jézus megszületett törvényünk, elküldötte ő szent fiát Istenünk. Betlehembe fekszik rongyos jászolva, azért van oly fényesség a városba. Elejébe térdepelünk mindnyájan, örvendezve énekelünk vígságban. Dicséretet mondunk édesanyjának, ajándékot adunk a kis Jézusnak. Karácsonyfa, de mágus, rajta dió aranyos, szép anyjaka ütette, kis Jézuska küldötte, szép anyjaka ütette, kis Jézuska küldötte. Diós mágus, karácsony, tiszta boldog karácsony, üljünk vidám ünnepet, Jézuska megszületett. Üljünk vidám ünnepet, Jézuska megszületett. Karácsony előtti utolsó vasárnap egy nagy hüdelepelbe öltözött angyal jelenik meg a mennyboltón, és járja be az egész földet. Kezében lantot tart, és azt pengeti. Közben szépen énekel hozzá. Ahhoz, hogy meghallhassuk, jól kell figyelnünk, s szívünknek tisztának kell lennie. Az angyalok együtt énekelnek vele, és örvendeznek a mennyben. A béke dalát éneklik. Figyeljetek, emberek! Isten nagy örömöt készít nektek. Isten fia eljön a földre, hogy új erőt adjon az embereknek, hogy fényt és szeretetet hozzon minden ember szívébe. Készüljetek a fogadására. Csita jelen, jövendőm a vakintuszat. Üdvözl egy fehér kunk. Végtelen fehérséggel felszikrázva. Hosszú, fagyos és sötét éjszakákon berenyő fénnyel biztató. Üdvözl légy áldott, tiszta hét. Üdvözl légy némaság, melyben angyalos pirék szállingóznak, és feszülültet százezer újongás, mint ég felé tárt havas ág. Üdvözl légy, puha némaság. Üdvözl légy sejtelen. Korcsolyázatlan jövendőnk vidéke, messze érző álmunk szánkázott néha csendesen. Üdvözlégy, Szúzi sejtelen! Üdvözlégy, eljön, ki sáros, szürke, sivár világunknak mondod, takarva golyhos hermelinnel, aludj korod, aludj tettél. Üdvözlégy, titkos eljön! Az első rész zárásaként az énekkar műsora következik. Elhangzik Marilyn Lightfoot, Dona Nobis Pacem, Otto Fischer barangszó, Wolfgang Amadeus Mozart varázsfugola, a bűvös csengettyű. Szólót énekel Nagy Katalin, 11. bén. Közreműködnek Tóth Néh Lázár Monéli zongora és Kun Gábor Zsolt harangjáték. Vezényel Nasta Dígit. Thank you.
műsorunk zárásaként a VEG színpad kezdőcsoportjának előadásában a Csavargók éjszakája című jelenetet látjuk. A darabot színpadra állította és a műsort szerkesztette Báró Marianna tanárnő. Ezúton szeretnénk megköszönni a Babits Mihály Kulturális Központnak, hogy lehetővé tette számunkra azt, hogy ünnepségünket itt, a színházteremben tarthassuk meg. Kívánunk a ház minden dolgozójának, kedves vendégeinknek, tanárainknak és diáktársainknak áldott, békés karácsonyi ünnepet és boldog új esztendőt! Sokszor jövendőket, hogy is én egész életemben van reménykedem,
egyszer megláthatom őt. És őt jelezni ez a csillag? Igen, igen. Hiszem, hogy így van. Lehet, hogy már ma este, és lehet, hogy éppen ide jön el közben. Persze, éppen ide. Nyilván lehetünk, hogy évszázadok óta jövendőlnek, az egy ilyen hideg, koszos istállóba fog megszületni. Ne álmodozzál már! Jó, jó, lehet, hogy igazad van. De tudod jól, hogy a magunk pajtának csak az álmai maradtak. Meg a titkos remény, hogy egyszer, az egyik, majd talán magunk várjuk. Hanem, még csak az, mintha valaki erre felépaznál. Ó, csak ugyan, ráadásul ketten vannak. Remélem nem ide jönnek, mert a végén még kiszorulunk elől a jó kis helyről. Istenem, hogy mondhatsz ilyet? Nem látod, hogy az egyikük egy asszonynak gyermeket vár? Biztos ők az istálló gazdáim. Bújjunk el, mert a végén még kidobnak.
benneteket, fogadjátok ezt úgy, mint egy nagy kerek egész sarkát. Én egy bármennyi bundáskát hoztam, hiszen igencsak hideg van itt. Meg ne fázzék szegény. Legyetek áldott a kúságot. Elkésünk barátom! A pásztorok már itt vannak. Megszületett. Nézd, ott van a kicsi baba. És a csillag, nézd, most is fölöltök rá, és még fényesebben ragyog. És az angyalok is itt vannak. Ez a gyerek csak ugyanaz lehet, akire te vártál. De mi mit adjunk neki? Esetleg egy pogy borocskát. Mi valandultál? Egy csecsemő nem iszik alkoholt. Évtizedek óta várunk most meg alkohol, amit adtál. Jó, jó, csak úgy mondtam. Én is tudom, hogy egy ilyen kisgyereknek ilyesmi nem való. De annyira szeretnék ajándékozni neki valamit, ami az enyém. Van valami abban, amit mondasz? Nekem csak egy jócska vicskám van. Ezt mutatom neki. Jó, jó lesz. Mesék József, vigyázz rá is a felnő, tanítsd meg vele faragni. Nem is köszönöm. Nézd körül, barátom. Csillogó szemű térdelő pásztorok, és mi is egészen megzavarodtunk. Az előbb odaadtad neki az utolsó kincsedet, és mégis boldog vagy. De meg úgy állsz itt, mint egy bámuló szabály. De bámulom én. Viszont itt nézek nem más, mint a szabadító. Akkor bámulj más irányba is, mert megint jön valaki. Nem is egy ember. Hármunk is közelednek. Az a nem. Mint az ő Kapu teljesített, küldetés